Gyere te is a térre! Ezzel invitálja a székesfehérvári baptista gyülekezet a város családjait egy hétig tartó programsorozatára. Ismeretségbe kerülni emberekkel két okból. Az egyik az, hogy érezzük jól magunkat együtt, játszunk együtt, töltsünk időt együtt, és ha valaki érdeklődik a hitünk iránt, mi nem fogjuk ezt vék alá rejteni, de nem ez az elsődleges célunk most az evangelizáció. Későbbiekben szeretnénk szervezni evangelizációt, ami kimondottan ezzel a célral, hogy a hitünket megosszuk, de most szolgálni szeretnénk a város felé. A Családok Ligete a Tolnai út és a Sziget utcai általános iskola által közrefogott téren van. A rossz idő miatt egyelőre a Tolnai utcai általános iskola tartják a programokat, de mihelyt jobb idő lesz, a tér is megtelik élettel. Az iskolában már most is játszhatnak a gyerekek. Az idősebbek vezetésével izgalmas játékokat és azok tanulságait ismerhetik meg. Sport és játék pedig ezen a héten minden reggel van. Vetélkedők lesznek, sorversenyek, emellett szeretnénk egy kis üzenetet is átadni nekik. A játékok keretén belül fogjuk elmondani az élethez mondjuk egy kis tanácsot, vagy olyan gondolatokat, amik már bennünk megfogalmazottak itt 18 évesen, ezt szeretnénk velük megosztani. A program nem csak azoknak szól, akik a lakótelepen élnek, hanem azoknak is, akik szeretnének egy hetet eltölteni egy jó társaságban, esetleg gyermekei ezen a héten felügyelet nélkül maradnának. Minden korosztály talál látni és hallgatni valót, sőt azok is feltöltődhetnek, akik csupán egy jó beszélgetésre vágynak. Nekik szól a Meghallgatlak sátor, amelyet egész héten látogathatnak az érdeklődők. Azt tapasztaljuk, hogy a mai embernek az egyik talán legnyomasztóbb helyzete az, hogy mindig szalad és rohan, és mindenhol inkább információkat kap, de nagyon kevés alkalom van ott, hogy őt magát meghallgassák, és egy kicsit elmondhassa azokat a mindennapos élményeit, vagy akár nehézségeit, amikkel küzd, amiket hordoz, és szeretnénk ebben segíteni. Ezen kívül lesz még színi előadás, kismamaklub, pantomimjáték, könyvsátor, sőt, lakótelepi kutyaszépségverseny is.